Múltkor annyira jól sikerült a tésztakészítés, hogy fölbátorodtunk, és ma is a konyhában ügyködünk egy kicsit, méghozzá poharas, mascarpone-s édességet, desszertet készítünk. Na de milyen alapanyagokra lesz szükségünk? Lesz baba piskótára szükség, amit majd vanília kivonatos tejbe áztatunk. Utána Ákos majd eperlekvárt fog rá kanalazni, és még mascarpone krémet teszünk a tetejére, és vagy pici zászlóval díszítjük, vagy félbevágott eperrel. Ti szoktatok a konyhában ügyködni otthon? Én nagyon gyakran. Ákosról és Gergőről akkor kiderült, hogy igen, de ezek szerint Evi egyáltalán nem. Nem. Na hát akkor most itt a lehetőség, hogy egy nagyon jó kis desszertet megkóstolhassunk majd. Egy kicsit beszéljünk az alapanyagokról, mert hogy azért ez egy olyan desszert, amit főleg így nyáron hűtőben érdemes tartani. Igen. Azon kívül, hogy ugye sokan amúgy ti tudtátok, hogy a mascarpone az igazából egy sajtféle. Tényleg? Nem. Mit kell tudni ezekről az alapanyagokról? Például a vanília aromát, ezt te készítettem. Igen, ezt én készítettem. Az nagyon egyszerű, meg is szagolhatjátok, elég intenzív illata van. Vettem vanília rudat, ez egy ilyen nagyon hosszú, körülbelül ilyen hosszú, nagyon zsíros, illatos babféle, ilyen, tehát orchidea-szerű növénynek a termése, és nem kell megijedni, de alkoholba áztattam, és ez vodka. Úgyhogy körülbelül ilyen két hét alatt nagyon szuper vanília kivonatot kapunk, és sokkal olcsóbb, mint a bolti, és évekig eláll. Úgyhogy nagyon, nagyon megéri ilyet készíteni, nagyon egyszerű, és rengeteg mindenre lehet használni. Nagyon jó, és például a mascarpone-nál, az is nem egyszerű mascarpone, hanem te felöntötted valamiben. Igen, egy pici tejszínt tettem bele. A mascarpone önmagában nagyon zsíros egyébként, tehát körülbelül olyan zsíros, mint a vaj. Tehát ez egy nagyon laktató alapanyag. Én egy picit lazítottam tejszínnel, hogy ne legyen annyira sűrű. Itt most jó meleg van, úgyhogy egy picit megolvad, otthon érdemes a hűtőbe tenni, és akkor így jól megtermed a zsír. Hát akkor kezdjünk is neki, mert nagyon helyes alapanyagokat és kellékeket hoztál ahhoz, hogy ez egy nagyon látványos kis desszert legyen. Mi az első lépés? Mi kerül legalulra? Evit megkérem, hogy öntsön egy pici tejet a tába, mehet bele. Először be fogjuk áztatni a... Ennyi jó? Még mehet bőven. Hát jó, baba piskótát. Így jó? Még egy picit mehet. Baba piskótát be fogjuk áztatni, igen, így szuper, a vanília kivonatos tejbe. A zöldet tegyél bele, légy szíves, szépen le fogjuk pakolni a poharak aljára. Nem kell nagyon beáztatni a baba piskótát, mert akkor szétázik és nem lesz tartás, ugye a többi hozzávaló is, igen, nagyon szuper, elkevernéd. A többi hozzávaló is folyékony, tehát a baba piskóta meg fogja magát szívni. Úgyhogy az lesz az első feladat, hogy szépen, finoman megmutatom először, hogy. Csak így bele dugjuk, és kész is. És félbetörjük, és letesszük az aljára. Gondolom fontos az, hogy ne áztassuk sokáig a piskót a tetejben, hogy egyrészt ne essen szét, elég trutyis is lenne. Másrésztről pedig, amikor majd ez egy kicsit esetleg állva marad, akkor ugye gondolom a mascarpone és tejszín is majd még egy kicsit pukít. Igen. Na, hát akkor srácok, ti is szálljatok be, ahogy tudtok ebbe a jó kis munkába. Mennyi vanília aromát raktál ebbe a nagyjából másfél-két deci tejbe? Másfél-két deciben olyan fél teáskanál körülbelül. Tehát vigyázni kell azért nagyon a számokkal, meg a mennyiségekkel. Nem lehet túlzásba esni, csak az íze lesz akkor erősebb, de nem lehet elrontani. Ja, hát akkor még visszatérünk arra, hogy fog majd kinézni ez a nagyon finom desszert. Most éppen ott tartunk, hogy egy kicsi szépészeti beavatkozás következik, ugyanis fontos az, hogy gusztusos legyen a majd a kis tálkánk, ezért is kell az, hogy egy kicsit körbe törölgessük, ha esetleg a mascarpone ráfogy. Na de mi volt az előző? Tehát ott tartottunk, hogy a tejbe belemártottuk a piskótát, utána ráraktunk eperleklet, ami úgy készült, hogy fél kiló epret megpucoltam, kisebb darabokra vágtam, és pici vízzel, 10 deka cukorral és fél citromlevével megfőztem. Citromlé az azért kell bele, mert édesebbnek fogjuk érezni tőle a lekvárt. Meg kicsit fanyarabb is, de sokkal kiegyensúlyozottabb az íze.
Ideig érzem az illatát. Nagyon jó. Én is. De inkább az eperét. Na és utána ugye ráöntöttük akkor a mascarpone és tejszínt, vagy a tejszínes mascarpone. Abban mascarpone van, tejszín, méz és citromhéj, reszelt citromhéj. Méz és citromhéj, ezt miért szokták párosítani annyira sokszor, hogy ugye az édest a kicsit savanyúval? Vagy... Szerintem ugyanaz, mint a lekvárnál, tehát ezek kiegészítik egymást, ezek az ízek. Az egyik savanykásabb, a másik meg édesebb tőle. Na de még közel sem vagyunk készen, igen, mert az utolsó lépések azok most következnek, mert ugyanis még díszíteni is fogjuk ezt a tálat. Igen, meg még egy pici krémet tehettek el, hogyha gondoljátok, amelyik még üresebb, és akkor felezett eperrel, vagy Evelinnel készítettünk pici zászlókat, azzal tudjuk díszíteni. És Naémi, van neked erre valami jó tipped, hogy mennyi ideig álljuk egy kicsit, vagy hagyjuk egy kicsit a hűtőben állni ahhoz, hogy jobban összeérjenek az ízek? Mert ugye, hogyha sok réteget egymásra rakunk valamilyen, bármilyen ételnél, akkor egy idő után ezek az ízek úgymond összeérnek. Egy másfél-két órát érdemes hűtőben tartani, akkor a rétegek is jobban elválnak, és az ízek is jobban összeérnek, ahogy mondtad. Van nekem egy olyan kérdésem, ezt lehet úgy is készíteni, hogy mondjuk abban a nagy tálban így elosztjuk szépen egymáson a rétegeket, és akkor egy sütemény lesz belőle? Igen, az nagyon jó, és akkor kanállal lehet belőle szedni. Tehát kockázni valószínű nem tudod, de kanállal tudod. Kevés cipepecselős, hogyha nagy adagot készítünk. Egy baba piskóta helyett lehet sima piskótát használni, vagy szárazabb kalácsot, ami megmaradt. Na, a szárazabb kalács az mondjuk nagyon jó tipp arra, hogyha marad otthon egy kis maradék. Illetve nagyon szépen díszítik a fiúk, lányok, és hát ez amúgy egy nagyon jó ajándék is otthonra meglepni a szülőket velem.